Tavaly is díjazták a legsikeresebb és legkiemelkedőbb agrárgazdasági szereplőket az év legfontosabb agráreseményén, az Agrárszektor 2022 konferencián. Egy 10 tagból álló szakmai zsűri döntött többek között az év női agrárvállalkozója, az év fiatal agrárszakembere, az év kertészete, az év állattenyésztője, az év növénytermelője, az év agrárinnovációja díj nyerteseiről. Büszkén számolhat be híradónk róla, hogy az év női agrárvállalkozója Leskó Magdolna lett, a Geomil Kft. Ügyvezető igazgatója. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy egyáltalán szóba kerültem, mert erre a díjra nem jelentkezik az ember, hanem van egy 10 fős szakmai zsűri, akik nagyon a szakmában meghatározó emberekből állnak, akár a minisztériumból, a agrárkamarából, a Maténak a rektora, tehát mindenképpen olyan szakemberek, akik több ezer emberre van rálátásuk a szakmában, és ők javasolnak szakembereket különböző kategóriákban, például év fiatal vállalkozója, vagy éppen az év innovációja, és ebből az egyik kategória az év női agrárvállalkozója. Leskó Magdolna részt vett a Geomil megalapításában, és a kezdetektől fogva az állattenyésztés szakmai vezetője volt. A díjazott beszélt arról, hogyan működik a győztesek kiválasztása. Összevetik a jelöléseket, és aztán aki bekerül az első háromba, azt értesítik igazán, és én is ekkor szereztem róla tudomást, hogy egyáltalán jelöltek erre a díjra, és a portfólió csapata akkor készít egy bemutatkozó filmet erről a vállalkozóról, és mind az ajánlások, mind a kisfilm, illetve hát az egyéb életút ismeret alapján eldönti ez a 10 fős grémium, hogy akkor az adott évben kinek is ítélik meg ezt a díjat, és hát az a megtiszteltetésért, hogy 2022-ben én kaphattam. Természetesen ez nem csak az én érdemem, ugyan én vettem át a díjat, de ebben az összes kollégám, illetve mind a 105 munkavállaló, aki jelen van a Geomil Kft.-ben, ebben az ő munkájuk és az ő elismerésük is megtestesül, mert egy ember az csak egy ember. Az általa vezetett Geomil Kft. Tejtermelésben az ország legjobbjai között van. Közel 12 ezer literes laktációs eredménnyel. A cégnél ma 3500 hektáron gazdálkodnak, amelyből 2550 hektár szántó, 950 hektár pedig rét és legelő.